Tisztelt képviselőtársaim, a vita elérkezett ahhoz a pontjához, amikor ideje Németh Szilárdhoz fordulni. Németh Szilárd képviselőtársunk könyvtáros végzettsége dacára kerülni szokta a cikornyás beszédet, nem szokott mindenféle komplikált jogászkodás mögé bújni, érvelése mindig kristálytiszta és egyszerű, mint a faék. Idézzük tehát fel, hogy mit mondott a civil szervezetekről nem is olyan nagyon régen. Azt mondta, ezeket a szervezeteket minden eszközzel vissza kell szorítani, és el kell innen takarítani, és most ennek eljött a nemzetközi lehetősége is az új amerikai elnök megválasztásával. Most, ami a nemzetközi helyzet fokozódását illeti, Németh Szilárd ebben valószínűleg tévedett, de a Fidesz-KDNP szándékait tekintve annyira kristálytisztán beszélt, mint kevesen az önök frakciójából, a mai ülésnapon konkrétan senki. Legyen teljesen világos. Mindenféle jogászkodás dacára önök most ezeket a szervezeteket el akarják takarítani, első lépésben megbélyegezni, hogy ezen az úton aztán tovább mehessenek. Nagyon furcsa az az érv, a mai vitában is elhangzott, amikor egy-egy az önök által használt módszerre kitekintenek, mint egy nemzetközileg, és azt mondják, hogy de hát ilyen van Amerikában is. Ezt korábban is hallottuk. Hányszor hallottunk már különböző a demokratikus intézmények jogait csorbító törvényjavaslatok kapcsán, vagy intézkedések kapcsán, hogy de hát így működik ez Franciaországban, így működik ez Belgiumban, így működik ez Németországban. Minden országban igyekeztek találni egy konkrét példát, ami az éppen akkori intézkedésüket vagy törvényjavaslatukat alátámasztotta volna. Igen ám, csak hogy ezzel tulajdonképpen önök pontosan úgy viselkednek, mint Viktor Frankenstein. Viktor Frankenstein elhatározta, ha ismerős ez a történet önöknek, hogy létrehoz egy új típusú embert. Meg is tette. Ennek az új típusú embernek minden egyes testrésze megtalálható volt korábban valaki más testrészében. Minden egyes testrész valóságos volt. A karok, a lábak, a törzs, a fej, a nyak, az orr, a szem, a szemöldök, minden. Az egész volt úgy, ahogy volt, egy szörny szülött. Olyannyira, hogy Viktor Frankenstein meg is undorodott tőle. Most önök pontosan így cselekeznek, amikor különböző összeválogatott jogi testrészekkel hoznak létre itt Magyarországon egy szörny szülöttet. Ezt a szörny szülöttet, az önök rendszerét, az egyszerűség kedvéért a példa kapcsán nevezzük Viktor rendszerének. Nos, milyen ez a Viktor-féle rendszer? Ebben a Viktor-féle rendszerben önöknek kedves minden lakályszervezet, minden lakálymédia, megbecsült tagja minden egyes lakály. De aki nincs önökkel, az önök felfogása szerint az önök ellen van. Önöknek ellensége minden és mindenki, önöknek ellensége a szabad gondolkodás, a szabad oktatás, a szabad véleménynyilvánítás, a szabad cselekvés. Az összes eszközükkel, ami rendelkezésre áll, és mindig próbálják ezt az eszköztárat bővíteni, a szabad cselekvés, a szabadság, általában a szabadság ellen dolgoznak. Minden pénzre rá akarják tenni ugyanis a kezüket, és ehhez úgy gondolják, hogy minden szabad szájat be kell fogni, aki ezt világgá kürtölhetné. Most éppen különböző civil szervezetek lettek sorra véve. Az Ökotárs korábban, de mondhatnánk a Helsinki Bizottságot, a Társaság a Szabadságjogokért, a Transparency International Magyarország és az Energia Klub szervezetét, mondhatnánk az Eötvös Károly Intézetet, a Krétakör Alapítványt, a Roma Education Fundot, a Háttértársaságot, az Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetséget. Hosszú lenne ez a sor, a lakálymédiában bőségesen találnak példát arra, hogy Németh Szilárd pontosan kikre is gondolt, és kiknek az érdekében cselekednek, kiknek érdeke ellenében cselekednek most önök ezzel a törvényjavaslattal. Tisztelt ház! Egészen egyszerűen ez a rendszer egy szörny szülött.
De ezt nem fogjuk egészen egyszerűen hagyni. Pontosan tudjuk, hogy önök lépésről lépésre haladnak. Most a civil szervezeteken van a sor. Most a civil szervezetek szabad tevékenysége csípi a szemüket. Egyébként érdekes módon, miközben repülőgéppel érkező tüntetőket vizionálnak, aközben nem zavarja önöket, hogy lengyeleket buszoztatnak ide Orbán Viktort ünnepelni, mondjuk egy március 15-i ünnepségen. Egyébként hogyan gondolkoznak önök, amikor kormány és kormány közeli pénzekkel támogatják a határon túli szervezeteket, politikai pártokat, természetesen az önöknek kedves szervezeteket és politikai pártokat? Mégis hogyan minősítenék a szomszédos országok szemszögéből nézve ezt a tevékenységet, ha itthon Magyarországon csípi az önök szemét, hogy egyébként jogos társadalmi igényeket kiszolgáló civil szervezeteket uram, bocsánat, még külföldről is támogatnak. Egyébként ennyivel kevesebbe kerül a hazai adófizetőknek. Viktor rendszere tehát egy szörnyszülött. Egy olyan szörnyszülött, ami lépésről lépésre haladva szűkíti mindig a szabadságot, amely lépésről lépésre haladva foglalja el, ha teheti, a médiát, ami lépésről lépésre haladva személyzeti politikával darálja be a különböző, különben az államhatalomtól függetlennek minősülő szervezeteket, az ügyészséget, hogy megpróbálják ezzel a személyzeti politikával elfoglalni a bíróságok egy részét. És most éppen a civil szervezetek eltakarításával, először megbélyegzésével, de hogy Németh Szilárd szavait idézem, eltakarításával látják a következő megvalósítandó lépést. Nem a szabad szájakat kell befogni, nem a szabadon mozgó kezeket kell lefogni, tisztelt hölgyeim és uraim, az önök kezét kell lefogni, hogy ilyen törvényjavaslatokat ne hozhassanak a ház elé. Soha többé ne legyen többségük ahhoz, hogy a demokratikus intézményeket, a szólásszabadságot, a véleménynyilvánítás szabadságát, a cselekvés szabadságát, általában a szabadságjogokat csorbíthassák. Ezt a rendszert le fogjuk bontani.